A 2018-as választás tétje, hogy Orbán vagy Európa? Válasz. Ha ez a 98%-nyi szavazó az nem Fideszre szavazna, hanem a DK-ra, akkor is bajuk lenne a határon túliak szavazati jogával? Abszolút. Szerinte, aki nem itt adózik, annak nincs joga megszabni az oktatás, egészségügy, nyugdíjrendszer irányát. A határon túli magyarok életét azért jelentősen érinti, hogy milyen magyar kormány van. Még a franciáknak az életét érinti, hogy milyen kormány van, és sokakét érinti. De közvetlenül nem érinti. Egy politikai kérdésben érinti őket, hogy milyen a határon túliakkal kapcsolatos magyar politika. De ebben az ügyben meg nekem nincsen lelkiismert furdalásom. Az a kormány, amit én vezettem, soha korábbi időszakhoz képest annyi pénzt nem adott nekik senki. Jó, de erre tudja az a válasz, hogy mégiscsak ön volt az, aki vezette a 2004-es kampányt. Amivel mind a mai napig tartalmilag egyetértek, mert azt gondolom, hogy attól, hogy a nagyapám magyar volt, bármennyire tragédia Trianon, attól, hogyha a magyar állampolgárságot megadom, begyógyítok egy sebet, de kinyitok ilyenfajta konfliktusokat.